magyar diákok ötlete ételpazarlás ellen. Három magyar diák, Boyer Bence, Tóth Ambrus és Szigeti Péter innovatív közösségi megoldást talált ki, amivel csökkenteni lehet az ételpazarlást. Tudjuk, hogy minden évben rengeteg étel megy a kukába, pedig lehet, hogy nem messze valaki szívesen megenné azt az ételt. Ezen a problémán szeretne segíteni a három diák. A Food Overflow segítségével a felhasználók megoszthatják azokat az ételeket, amikre már nincs szükségük. Egy térképen pontosan lehet látni, hogy hol lehet átvenni az ételt. Az aktív felhasználók ételérméket gyűjtenek, és így láthatják, mennyit tettek az ételpazarlás ellen. A jövőben szeretnék, ha ezeket az érméket boltokban vagy éttermekben lehetne használni. Az éttermeknek is jó reklám, ha elmondhatják, milyen sok érméjük van, vagyis, hogy milyen sokat jótékonykodnak. A Food Overflow ötletével a diákok megnyertek egy magyar versenyt. Így elutazhattak egy dublini versenyre is, a The Coolest Project-re, amin több mint 700 fiatal vett részt. Itt két kategóriában is sikeresek voltak, Future Makers nemzetközi nagydíj és legjobb weboldal. Magyar diákok ötlete ételpazarlás ellen. Hungarian Students' Idea Against Food Waste. Három magyar diák innovatív közösségi megoldást talált ki, amivel csökkenteni lehet az ételpazarlást. Three Hungarian students found an innovative community solution that reduces food waste. Tudjuk, hogy minden évben rengeteg étel megy a kukába. Pedig lehet, hogy nem messze valaki szívesen megenné azt az ételt. We know that plenty of food goes to the trash every year, even though someone not far away might gladly eat that food. Ezen a problémán szeretne segíteni a három diák. The three students would like to help with this problem. A Food Overflow segítségével a felhasználók megoszthatják azokat az ételeket, amikre már nincs szükségük. Using Food Overflow, users can share food they don't need anymore. Egy térképen pontosan lehet látni, hogy hol lehet átvenni az ételt. You can see it exactly on a map where you can take the food. Az aktív felhasználók ételérméket gyűjtenek, és így láthatják, mennyit tettek az ételpazarlás ellen. The active users collect food coins, so they can see how much they have already done against food waste. A jövőben szeretnék, ha ezeket az érméket boltokban vagy éttermekben lehetne használni. In the future, they would like these food coins to be used in stores or restaurants. Az éttermeknek is jó reklám, ha elmondhatják, milyen sok érméjük van, vagyis, hogy milyen sokat jótékonykodnak. It is a good promo even for restaurants if they can tell how many food coins they have, so how much charity work they have done. A Food Overflow ötletével a diákok megnyertek egy magyar versenyt. The students won a Hungarian competition with the idea of Food Overflow. Így elutazhattak egy dublini versenyre is, a The Coolest Project-re, amin több mint 700 fiatal vett részt. So they could go to Dublin to a competition, The Coolest Project, where more than 700 young people participated. Itt két kategóriában is sikeresek voltak. Future Makers nemzetközi nagydíj és legjobb weboldal. They were successful here in two categories,
Future Makers International Prize and Best Website. And now let's have a look at the new vocabulary. Ételpazarlás. Food waste. Közösségi megoldás. Community solution. Kitalál valamit. To invent something. To find something. Csökkent valamit. To reduce something. Rengeteg étel. Plenty of food. Felhasználó. User. Megoszt valamit. To share something. Érméket gyűjt. To collect coins. Reklám. Promo. Advertisement. Jótékonykodik. To do charity work. Megnyer egy versenyt. To win a competition. Sikeres valamiben. Successful in something. If you want to get to know about new videos, please subscribe here. For more useful stuff, check easyhungarian.com or the Easy Hungarian page on Facebook.